Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. 4 év szünet után a kórházban pénteken ismét megrendezték a Magyar Imre emlékünnepséget. Most erről számolunk be Önöknek. Cserményi Zsolt és Vörös Jánosné közreműködésével vette kezdetét pénteken délután a Magyar Imre emlékünnepély az Ajkai Kórházban. Idén 4 év után ismét összegyűltek, hogy átadják a Magyar Imre emlékplakettet. Kinevezték az új vezetőket, és a tudományos ülésen meghallgatták a kollégák előadását. Dr. Kovács Ilona osztályvezető főorvos, a Tudományos Bizottság elnöke méltatta Magyar Imre munkásságát. Dr. Nyári Ildikó főigazgató köszöntötte a vendégeket, és méltatta Sümegi Józsefné ápolási igazgató szakmai munkáját, akinek az idén adományozták a Magyar Imre emlékplakettet. Az elismerést a kórház közösségének a javaslata alapján ítélik oda. 72-ben indult a pályája az egészségügyben. Ki lehet számolni, hogy most már hány éve dolgozik az egészségügyben. Végig járt arra, tehát kezdett tanulóápolóként, aztán volt 3 műszakos ápoló, utána volt osztályvezető főnővér, és utána pedig ápolási igazgató lesz. Ugye most már mindenki? Igen. Én annyit tudok elmondani róla, hogy a munkatársaim közül az egyik olyan a menedzsmentben, aki nem tudom miért érzékeny, aki a legjobban segíti a munkámat. Többek között azért, mert ugye az orvos szakma és az ápolási szakma nagyon szorosan összetartozik, és hogyha végignézzük Mártinak a pályafutását, akkor amit ebben az intézetben tett az ápolás szakmával, annak elismeréséért, hogy egyenrangú partner legyen az orvos szakmával, képzett ápolók legyenek, azt mindenki köszönhet. Dr. Nyári Ildikó főigazgató és dr. Hajdú Mária az intézmény orvos igazgatója, dr. Bencsura Tünde ideggyógyász szakorvost adjunktussá léptette elő. Főorvosi előléptetésben részesítettek 8 orvost, akik hosszú évek tisztességes munkájával kiérdemelték az elismerést, dr. Bognár Andrea belgyógyász és kardiológus szakorvos, dr. Fata Hortenzia vezető pszichiáter szakorvos, dr. Nagyné dr. Kaszás Eszter gyermekgyógyász szakorvos, dr. Nagy Marianna ideggyógyász szakorvos, dr. Neményi Ildikó csecsemő gyermekgyógyász és gyermekpulmonológus szakorvos, dr. Takács Andrea belgyógyász és infektológus szakorvos, dr. Varga István belgyógyász szakorvos, diabetológus. Mindannyian magas színvonalú szakmai munkát végeznek, tudásukat folyamatosan bővítik a továbbképzéseken, konferenciákon. A program a tudományos üléssel folytatódott. Ekkor a frissen kinevezett főorvosok a saját szakterületükön végzett tudományos munkájukat mutatták be, ezzel is bizonyítva megfelelőségüket a feladatra.